Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igen, Váradi Néhasnyi Ritkoszterikus Mester vagyok. Hát, ma nem mondták, hogy imádok kell, hogy beszéljek, de mindig szívesen beszélek róla. Ezt a terméket érdekes módon ugye egy kávészcég, egy gyógypompával foglalkozó kávészcég álmodta meg nekünk. Úgy gondolták, hogy ne csak belülről vigyük be az egészséget, hanem kívülről is. Szeretnék egy pár mondatot mondani arról, hogy miért jobb egy természetes, egy bioorganikus termék, mint az, amit a egyes helyeken, boltokban megveszünk. Most már nagyon odafigyelnek rá, hogy parabénmentes, kőolajszármazékmentes legyen a termék, de a szintetikusabb adalékok ott vannak benne. Ezek ugye rákkeltőek is lehetnek, gyulladást okozhatnak, egyéb bőr problémát okozhatnak, de ezt most már le tudjuk cserélni. Ez a termékcsalád új-zélandi gyárban készül. Új-Zéland a világ egyik legtisztább része, ahol emberek laknak, tehát mert ugye van sok tiszta terület, csak ott nem élnek emberek. Na most a növényeket is itt termesztik, és tehát a legtisztább adalékmentes termékcsaláddal ismerkedhetünk meg. Fő alapanyagai a jojobaolaj. A jojobaolaj tulajdonképpen nem olaj, hanem egy viaszészter. A viaszészternek ebben a formában megegyezik az összetétele a mi bőrünkben lévő fagyú összetételével. Ez azért nagyon fontos, mert teljesen kapcsolatba tud vele lépni, tehát ugye a bőrünket befedő fagyú rétegben nagyon sok szennyeződés megtapad. Ugye a környezeti hatásoktól, mert nem a mezőn élünk, hanem egy városban, és ezt teljes mértékben le tudja oldani. Azon kívül pedig egy vékony védő réteget tud a bőrünkön képezni, ami megvéd a többi környezeti károsodástól, ugyanakkor a fagyú tevékenységnek a működését normalizálja. A jojobának van egy olyan tulajdonsága, hogy sejtszinten regenerálja a bőrünket. Igazából úgy is hívják, hogy a sivatag aranya, tehát nem csak hatásában fantasztikus, hanem előállítása során azért nem egy olcsó termék. Most ebben az egész termékcsaládban szinte mindegyikben megjelenik. A lemosóban, a hidratáló krémben, ugye a retinolos hidratálókrében, a jojoba szérumban, és van egy maszkunk, ami még mérges maszkunk. Sorban mondom, olyan sorrendben, ahogy ezt otthon majd használjuk, már mi is, akik régóta használjuk, meg majd a leendő vásárlók is. Tehát a letisztítóban van a jojoba szérum, és ezen kívül találhatunk benne aloe verát is, és még van benne egy pár termék. Mindegyik termékben legalább 4-5 olyan eszenciális hatóanyag van, ami az öregedés ellen szól, a pigmentfoltok ellen, a szemölcsképződés ellen szól, de pontosan a jojoba miatt bármely korosztály használhatja, hiszen a fiatalok korosztály 10 éveseknél is már a fagyú termelődés megjelenik. Ugye ebből lesznek a aknék, vagyis a pattanások, úgyhogy ők is nagyon, nagyon hatékonyan tudják használni. A második termék, amit fölkenünk az arcunkra, az ugye a szérum. A szérumban is ugye a jojobaolajon kívül például argánolaj is szerepel. A marokkói argánolaj, amit ebben a termékben használnak, az azért másabb, mint a hagyományos argánolaj, mert több antioxidást tartalmaz. Ugye az antioxidások kötik meg a szabad gyököket, a szabad gyökök okozzák a bőr öregedését. Tehát ez is egy nagyon fontos hatóanyag. A retinolos hidratálókrém. A retinolos hidratálókrémben ugye maga a retinol az egy A-vitamin származék. Az A-vitamin bizonyos mértékben, tehát a retinol is, ha több mennyiség van egy krémben, fényérzékenyé teheti a bőrünket, de ebben a termékben 2% alatt van a retinol,
ami pontosan megfelel annak, hogy semmi problémát ne okozzon. A retinol az egy olyan hatóanyag, ami szintén mindent tud a bőröregedésről. Tehát pigmentfoltok ellen, szintén ráncok ellen, szemgyöcsök ellen, és hát szépülünk. A méhmérges maszkunk az azért nagyon fontos, mert méhméreg van benne. Tehát ebben eszenciálisan tisztán méhméreg van, ezeket a méheket nem kell megölni ahhoz, hogy kivonják belőle a méreganyagot. Tulajdonképpen önként és dalolva adják le ezt a hatóanyagot, különböző illatokat gerjesztve. A méhméreg az egy több száz éve használatos hatóanyag, méregteleníti a bőrünket, és azon kívül stimulálja elasztin és kollagén termelésre. A méhméregnek még van egy másik tulajdonsága, hogy a sejtek közé beépülve botoxhatást képvisel. Tehát egy biobotox-krém van a kezünkben. Az egész termék családban az illatosító anyag az a rózsageránium olaj. A rózsageránium olaj az az egyik legjobb aromaterápiás olajunk. Az aromaterápiás olajok azok bejutnak a véredényekben, és ott is kifejtik hatásukat. A rózsageránium olaj a szervezetednek a biorezonanciáját is megváltoztatja. Antidepresszáns hatása van, és hát aki ezt használja, reggel este az egész nap antidepresszáns hatás alatt áll. Tehát jó kedve lesz, vidám lesz. Egyébként a rózsageránium olajat már több száz éve használják, a virágát fürdőkben, láttunk már ilyen török filmeket is. Az egész termék családot így szimbolikusan szinergiával lehet használni. Én azt szoktam ajánlani, hogy érdemes szedben megvenni, megvásárolni, mert hogy minden termék más időszakban fogy el. Tehát egyetlen egyszer kell megvenned egészben a szettet, mert az egyik elfogy, mondjuk a lemosol az olyan körülbelül 2-3 hónap alatt, a két krém, a manuka krém és a retinolos krém, az olyan 3-4 hónap alatt fogy el, a szérünk pedig nekem 8-10 hónap. Na most, ha egyszer megveszed a szettet, akkor biztos, hogy többet nem kell egyben megvenned, és a jó hír, hogy külön-külön is lehet kapni, úgyhogy bármikor csak egyet-egyet kell hozzátenned, hogy komplettül tud használni ezt a termékcsaládot. Én azt gondolom, hogy érdemes lecserélni az otthon használatos kozmetikai készletünket, mert nagyon sok olyan adalékot tudunk bevinni a kozmetikumokkal, amik károsak. Mert a élelemmel, a környezetünkkel és a kozmetikumokkal tudjuk bevinni a toxikus anyagokat, amik ugye tudjuk, hogy nem túl jó hatásúak. Úgyhogy hát ajánlom figyelmetekbe, kérdezzétek meg a meghívótokat. Mindenképpen ki szoktuk próbálni a vendégeken, úgyhogy bármelyik üzlettársamtól tudtok vásárolni, biztos, hogy ki fogja rajtatok próbálni. Egyébként 20 perc alatt már látni fogjátok a hatását. Élettel telik meg a bőrötök, és a mély ráncok elhamárulnak, a sima kis, vékony kis barátnák pedig teljesen kisimulnak. Köszönöm szépen!